Egybe egyet. A gumikesztyű kiosztásával indult a szemétszedés a Percelmor utcai óvóda környékén. A gyerekek lelkesen vettek részt a városi akcióban. Azt mondják, ez fontos a környezetvédelem szempontjából. Azért, hogy az állat, hogy ne szennyezzük a környezetünket, meg hogy legyen szép, és mindenkinek tetszen. Azokat, amelyiket az emberek szétszórnak. Igen, és ezeket össze kell szedni? Igen. Miért? Azért, mert így szép, tiszta lesz a föld. Papírdarabokat, műanyagflakonokat és egyéb hulladékot szedtek össze a gyerekek és az óvónők. Számukra ez nem egy különleges alkalom, nagy figyelmet fordítanak a környezet védelmére és a hulladékgyűjtésre, amibe bevonják a szülőket is. Ez nekünk azért fontos, mert környezettudatosságra próbáljuk a gyermekeinket nevelni egészen pici kortól. Ez természetes része a mindennapjainknak, tehát nem csak kampányszerűen gyűjtünk úgymond szemetet vagy bármi más hulladékot, hanem benne van az intézményünk pedagógiai programjában. A városi nagytakarítást immár 5. éve szervezi meg Szekszárdváros önkormányzata. Különösen figyeltünk arra, hogy a hűsvúti ünnepek előtt egy héttel kerüljön erre sor. Egyébként az elmúlt napok időjárása egy kicsit rá is játszott, hiszen rengeteg szemetet fújt el a szél most ez az akció. Szerintem pont jókor jött ebből a szempontból is. Hála Istennek azért annyira sok szemét nincsen, hiszen 2 héttel ezelőtt zajlott a Teszed akció, amelynek keretében itt Szekszárdon is nagyon sok intézmény, iskola, vállalkozás, magánszemély vett részt az akcióban, több tonna személy gyűlt össze. De úgy gondoltuk, hogy azt a hagyományt, amelyet elindítottuk 5 évvel ezelőtt, azt folytatni szeretnénk. Az 5. városi nagytakarításban több mint 1000 szekszárdi vesz részt és tisztítja meg a város közterületeit. Az akcióhoz bárki csatlakozhat. A szemétszedéshez szükséges gumikesztyűket, zsákokat a város biztosítja. Az összegyűjtött szemetet a város 25 gyűjtőpontján lehet majd elhelyezni.